Mindkét miniszterelnök jelöltet megfenyegették ismeretlen tettesek. A két pártelnök rendkívüli biztonsági intézkedések közepette érkezett a Budapesti Közgazdasági Egyetemre. Különböző fenyegetések miatt a rendőrség ugyanis provokációtól tartott. Orbán Viktort, a Fidesz elnökét mától utolsóként a négy legnagyobb párt elnökei közül szintén személyi védelemben részesíti a köztársasági őrezred. A vita elején a pártelnökök azt próbálták tisztázni, ki is nyerte a választások első fordulóját. Utoljára vasárnap voltam egy fórumon, Nyíradcsádon, ahol azt kérték, hogy adjam át Orbán Viktornak, hogy jó lenne, ha számolni tudna. Tudnék, a választási eredmények május 10-én nem azt mutatják, amit nyilatkoztak, hiszen a Magyar Szocialista Párt érte el a legtöbb szavazatot, a legnagyobb arányt, a maga több mint 82%-ával. A választások a mi olvasatunkban május 10-én arról szóltak, hogy a polgárok azt mondták, szerintem a miniszterelnök úr is hallhatta, hogy van más alternatíva. A Fidesz 1994-es szavazóinak számát megháromszorozta. A Fidesz elnöke szerint az MSZP a felelős azért, hogy kevesen mentek el szavazni. Horn Gyula szerint ez annyiban igaz, hogy az elégedett választók kevésbé aktívak a szavazáson. Szerintem sokan elhitték, amit a miniszterelnök úr mondott. Az, hogy nincs alternatíva. Ha nincs alternatíva, akkor mi az értelme a választásnak? Sokan biztosra vették a Magyar Szocialista Párt győzelmét. Tényleg így van. Hiszen annyira hiteles a politikája, annyira bizonyított az elmúlt négy esztendő során, sokan úgy gondolták, úgyis megnyeri, hát napnál világos.